Na hello srácok, ez itt egy különleges videó, ugyanis meglett a 100 000 feliratkozó, juhú! Juhú! Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek srácok, hogy ennyien feliratkoztatok a csatornánkra, 100 000 kommandós, hát el sem hiszem, mert is a kommentbe, a kommandósok a legnagyobb királyok, látszik is, mert hát 100 000 vannak, kommandósok a legnagyobb királyok, mert 100 000 vannak. Szóval erre a különleges alkalomra, hogy meglett a 100 000 feliratkozó, egy nagyon különleges videót fogunk megmutatni nektek. Most azt hihetitek, hogy most vesszük fel a 100 000 feliratkozós videót, közben meg nem, hanem már 6 éve fel van véve. Na de nem is mondunk többet, nézzétek meg a 100 000 feliratkozós videót, amit 6 éve vettünk fel. Na, avatjuk a videófelvő stúdiót, nagyon jó. Ott a Mátét, ott lehet látni. A Mátét. És akkor mindjárt. Majd csinálunk képeket is később. Éppen most fogom az első videómat, úgyhogy... Ha most ezt nézed... Mondd, hogy hello a kamerának. Hello! Fejérsöpredik vagyok. Nagy baj van. Azt nem mondtam, hogy ezt is mondjad. Ja. Itt van beállítva a... Hát én nem lesz már. A... laptop. Amivel veszik fel a hangot. Itt a mikrofon. Ez egy... Z8-as Galaktika mikrofon. Köszönjük a... felajánlásokat a Galaktika cégtől. Mind a keresetek rá, nincs ilyen cég. Dehogy nincs. Ott megy, az ott a... erre ücsi. Vagy ez nem erősítőnek hívják, hogy igen? Na mindegy. Ez? Keverőpad. Hát igen, keverőpad, igen. Itt van az gombocskán. Keverőpad. Azon bedugna a mikrofon, ez meg a... Mi ez? Igen, igen, ezt már tudjuk, vagy nem. De, de. Na, szóval így néz ki a dolog. Igen, itt van a laptopunk. Itt a Máté iskolatáskáján az ellensúly. Hát igen, még a kezdetekben. Úgyhogy... És ez egy, ez egy nagy, nagy dolognak a kezdete, én úgy érzem. Hát, hogyha látják ezt a videókat, a, vagy videót a kedves nézők, akkor nyilván... Hát a 100 000 feliratkozós videóban látjátok, akkor ez egy nagy videó. Igen. Vagy ez egy nagy csatorna lett, igen. Vagy egy nagy dolognak a kezdete, igen. De a 10 000 feliratkozóban lett... Itt még csak 15 feliratkozóm van. És majd ki tudja, mennyi csak lesz hogy, egy csak hogy ne nulláról kezdjük. Ennyi, most már mindent felvettünk, amit akartunk. Igen, így lesz ki. Úgyhogy... Találkozunk 120 000 akkor... Itt, Máté, adj egy pacsit a végére. A vicces volt! Hogy meghisztam, Na hát igen, srácok, láthattátok ezt a videót, 2015-ben vettük fel, hát 21 éves szemmel visszanézve az akkor önmagam, hát akkor voltam 15 éves. Ja, azóta már nagyon sok minden változott, már elköltöztünk onnan, abból a házból, és most ugye itt lakunk. Hát azért már 6 éve volt, elég durva mi. Ja, és 15 feliratkozom volt, ha-ha-ha, már nem is tudom melyik csatornám ja, volt az de akkor nézzük a izét. De, na és srácok, most így reagálunk erre a videóra, és így elmondunk pár kulisszatitkot. Nézzük is meg együtt is. A szoba berendezésért, hát... bocsánat, kérdés, a funkcionalitásra mentünk, nem azra, hogy jól nézzen ki a szobánk. Majd én felveszem a fejhallgatót. Hát te nem hallasz majd semmit, haha, te béna, ha, te béna, majd ez, írjátok már a kommentbe, te béna, nem fog hallani semmit, ha. Na, avatjuk a videó felvőst. Sajnos nincs stabilizátor a kamerán. Hát örültünk, hogy volt kameránk. Ja. Ha nem, meg hogy nézek ki, hatalmas pixelekből nem lehet nagyon kivenni semmit, de mindjárt közelebb megyünk. Ott van a számítógép, ami nem működött. Ja. Ez ilyen 1997-es hardware-rel rendelkező számítógép volt. Igen, ott van a tévé, az még nem is lapos tévé volt. 2015-ben még nem volt lapos tévénk. A Máté az a laptopon terráriázik, mert terráriát akart fölvenni az első videójaképpen a saját csatornája, ami nem a Flash Command
Commando volt. A Flash Commandot azt én csináltam meg. Ennél a videónál mennyi volt? Nulla feliratkozom? Itt meg már se volt a csatorna. Ez 2015 júniusban volt. Ekkor még ugye nem volt megcsinálva ez a csatorna, ez a Flash Commando csatorna. Ezt egyébként a Krisztián kezdte el még egyedül. Na és itt vetted fel az legelső videódat. Igen. Van egy pár, egy olyan 6-7 videó körülbelül, ami így már nincs fenn a csatornán, ilyen privátban van. Ja. Igen, és a bambusz széken ülök, király, ja. Bambusz széken. Igen, és a Terráriát akart fölvenni a Máté, hát hogy mennyire működött, azt se tudjátok, hogy hívják csatornáját. Igen, most flexelni akarsz. Ha most ezt nézed. Mondd, hogy hello a kamerának. Hello. Igen, itt még a kis duci Máté. Itt még nagyon látszik rajtam, hogy ilyen kisgyerek vagyok, hát itt 15 éves voltam. Hát te annyit nem változtál, csak annyi, hogy dagadtabb lettél. Hát ja, én dagadtabb lettem. Te dagadt voltál, vékonyabb lettél, én vékony voltam, dagadt lettem, hát átcseréltük a háj. Hát igen, azért. A háj kapacitásunkat. Bár most egész jól fogyok, úgyhogy kösz. Hogyha szeretnétek engem támogatni a fogyásomban, akkor írjátok le kommentben, hogy gyerünk Krisz, a fogyi Krisz. Gyerünk Krisz, fogyi, ezt írjátok le kommentben. D8-as galaktika mikrofon. Majd nézzük meg a fejedet. Igen, itt meg ilyen kicsit socially awkward voltam. Itt meg hány éves voltál te? 22. 22. Majdnem annyi vagyok én most, mint ekkora Krisz bénuska. Ilyen antiszociálisak voltunk itt. Eléggé ezért. Nem, csak focizni jártunk ki a haverjainkkal. Hát én nem, mert én iskolába jártam. Én tökéletes szociális ember voltam. Én nem. Én ilyen izé voltam itt. Ilyen zárkózott. Dark. Máté iskolatáskáján az ellensúly. Hát igen. Még a kezdetekben. Hát igen, a régi szép idők. Amikor még csóri falusi gyermekek voltunk. Ja, most meg már csóri városi gyermekek. Ah, mi van 600 falka? Ha már leizzadtam 350-szer. Ja, nagyot álmodtam. Mondjuk azt, nagyot álmodtam, és... Itt vagyok. Én kis tagi, jól lakott óvodás vagyok. Látjátok, milyen dagat vagyok? Na, bejött az élet. És ez egy nagy dolog van a kezdete, én úgy érzem. De a 10.000 feliratkozóban lehet, akkor... Itt még csak 15 feliratkozom van. Ja, amúgy tényleg srácok. Úgy nekem neked most azóta sincs több feliratkozód. De nem, mert én most már beszálltam, én már része vagyok ennek a csatornának. Az a izém! A Kaiser 5-ös focicipő! Azt a kutya firkantyúját! A Kaiser 5-ös focicipő! Na látjátok, ennyire focisztunk akkor, hogy ott tartottam a szobába a focicipőmet. Hát itt ilyen napi 3 órát jártunk le focizni. 10-en jártunk le folyamatosan focizni, és 2-en NB1-be fociztak már. Ja, a baráti társaságunkból 2-en NB1-be följutottak, és még volt kell legalább 2-3 ember, aki még NB1-be följuthatott volna, hogyha akart volna, de nem akart. Amúgy tényleg milyen jó hajam van. De amúgy szerintem nem voltam fodrásznál, mert elég nagy, vagy elég hosszú. Csak ilyen, hát jól nézek ki, hát öregem, hát... Hát elég érdekes története van nekünk a youtuber karrierünknek, hát... De hát figyeljetek! Most itt vagyunk, ez a lényeg, nem srácok? Hát most így beletekinthettetek, hogy kezdtük el a YouTube-ot, így néztünk ki, így voltunk, mikor elkezdtük ezt az egészet. Reméltem, hogy ez valóra válik, de nem gondoltam. De hát nagyon keményen dolgoztunk ezért, és... Ja, hát látszik is, nézd csak az izomzatomon. Hát kellett hozzá szerencse is, de... Nem annyi, mint amennyi mondják, az biztos. Ja. Elszánnak kell lenni, és ha elszánt van, és nyomod, és tehetséges, és 200 IQ-t van. Ja, és olyan szuper király vagy, mint mi. Ember feletti teremtmény vagy, akkor ezt tudod ezt megcsinálni. Szóval srácok, ennyi is lett volna ez a videó, mert már szennyé izzadtam magamat. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a 100.000 feliratkozó. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a 100.000 kommandóst. A kommandósokat nem nagyobb királyok, de ezt ugye ti is tudjátok. Jó, megadott a nyelv. A kommandósok a legnagyobb királyok, írjátok a kommentbe, és legyen 1000 ilyen komment, hogy a kommandósok a legnagyobb királyok. Szóval srácok, folytatjuk és nyomjuk tovább, és ez csak egy kis megálló, kis... Miért? Megálló, ha most indulunk-e? Ez egy ilyen kis mérföldkő a csatornán, fogtok kapni értesítést, hogyha... meg lesz a YouTube díj, hát szeretnénk, hogy meglegyen, csak hát elég nehéz megszerezni mostanában, manapság. Ja, és egy régi elköszönéssel fogjuk befejezni a videót. Mondjad. Mi, hogy van az? És köszönöm, és folytatom tovább!